Halálodat legalább megszépítheted, átlényegítheted, ha akarod. Megölhetnek háborúban, utcán, iskolában, templomban, a munkahelyeden, vagy az otthonodban. Kinyíffanhatsz betegség és elöregedés következtében is. Hirtelen összeesve, görcsökben fetrengve füvön, aszfalton, padlón, vagy a fürdőkádban hörögve, vécén ülve, esetleg ágyban, koszos párnák között, valamelyik rosszul felszerelt kórházban, fáradt, fásult, gyalázatosan fizetett orvosok, ápolók gondjaira bízva. Annyi bizonyos, hogy az életet nem élheted túl. Nem élheted túl. Ha rondán nehezen akarod otthagyni ezt az életedet, csak folytasd azt, ami eddig foglalkoztatott. A csúf nehéz halál után valamilyen alacsony rendű formában, vírusként, baktériumként, féregként, rovarként, csúszómászóként, oktalan állatként biztosan újra születsz, és addig járod az evolúció magányos labirintusát, amíg meg nem tisztítod magad mindazon mocsoktól, amellyel a démon király beleegyezéseddel megfertőzte régkiült szívedet és bírónyi méretűre zsugorodott kínlódva vonagló agyat. Ha szép, könnyű halált kívánsz, csatlakozz a bűzös, nyírkos, végtelen sötétség erői ellenküzdőkhöz. Bátran vedd fel a harcot a pokolból jött diktátor és démon légiói ellen. Ne félj mástól, csak önmagadtól. De attól nagyobb. Emlékezz, nem vagy egyedül. Az élő idő a te oldaladon áll. Veled és érted harcol a legkilátástalanabbaknak tűnő napokban, a leggyilkosabb éjszakában. Jelentés. A Krisztus utáni 2013. év januárjában az ígéretek földje felszabadításáért elkezdődött metafizikai háború folytatódik. Az élő idő angyalainak seregei jelenleg az egykori főváros Budapest is helyén létesített gigászi futballstadiont ostomolják, amelynek föld alatti bunkerében a bolygó gyomor csakráját sok ezer éve rém uralma alatt tartó imánnál, más név
néven Astaroth, Sumér Sátán és vezérkara húzta meg magát. Magyarországon történelmileg úgy alakult, hogy egy pártrendszer van, és az is maradt. Csótányoknak és patkányoknak álcázott, távirányítású, miniatűr robot felderítőinket sikerült bejuttatnunk a Nemzeti Együttműködés templomának nevezett futballstadion kriptájába, ahonnan folyamatosan tudósítanak bennünket a magát centrális erőtérnek nevező pokolfajzat Belzebub unokája, a Gehenna korona hercege és kincstárnoka, a sátán népes familiájának gonosz fattya és alvezérei, asztalos szent komisszár, kaszás szent Lambéria, komor szent sírásó, köteles szent Poportyán, Stréber szent Robotka, Audi szent Empátia, motoros szent Basa, arrogáns szent Bogyó, ájtatos szent Kocsonya fővadász. Gondokkal terhelt esztendő van mögöttünk. Kifli csücsök szent Hárpia. A mi pártunkat szilárd elvek vezetik, de nem dogmák. A mi pártunk arra törekedett, hogy a fejlődés új problémáira is megtalálja a helyes választ. És Eltolcsi szent zűrzavar kősámán titkos tanácskozásairól és a rabszolgákként éjjel-nappal robotoló szerencsétlen alattvalói további gyötrését, megalázását, ellehetetlenítését, a dicstelen, örömtelen múlt újra telepítését és végtelenítését szolgáló bosszú terveiről. Jelenleg például a betűleves, a grízes tészta és a káposztás cvekedli akasztós szent Kádár János kedvenc ételei receptjeinek, valamint szorulásos szent Horthy Miklós haskötőjének és ecetes lábvizének alaptörvénybe illesztését fontolgatják. Robot felderítőink jelentése szerint a legutóbbi haditanács is az ősi sumér szkíta hagyományoknak megfelelően a vezér Dürohamával ért vége. Miután ugyancsak ősi kultúrájának tradícióit követve rákente saját hibáit előbb a külvilágra, aztán saját áldozataira, végül közvetlen munkatársaira, az ígéretek földjét oly régen megszállva tartó Inanna, más néven Astaroth, a hazugságok és teljesítetlen ígéretek sumér démona, a pokol korona hercege és kincstárnoka, Belzebub unokája, a sátán népes familiájának gonosz fattya kizavarta alvezéreit a frontra, egyedül maradt hűséges testőrsége a kubatok gárda kommandósai által őrzött bunkerében. Saját központi erőterében, magasan a törvények és szokásjog felett lebegve, igyekszik felmérni esélyeit. Pontosan tudja, hogy kormányzó klikjének szüntelen siker propagandája ellenére az élő idő seregeivel folytatott küzdelemben vesztésre állt. Naponta súlyos veszteségeket elszenvedő démon légiói minden fronton visszavonulóban vannak. A harcok már az egykori főváros, Budapest is helyén emelt, a Nemzeti Együttműködés templomának nevezett gigászi méretű futballstadion környékén folynak, és a jelentések szerint az élő idő angyal seregének előörsei már a stadion büféjébe, sőt, magára a játéktérbe is bejutottak. A démon király bármi áron el akarja kerülni a totális vereséget.
nem akar légiói maradékával szégyenszemre visszakullogni szülőhelyére, alsó Sumériába, hogy aztán téglagyári művezetőként vagy barkácsbolti raktárosként dolgozzon ott az örökké valóság hátralévő részében. Azért sem akarja feladni az ígéretek földjét, mert itt főzik a legjobb belős pacalt, és itt abálják legízletesebbre a tokaszalonnát, kedvenc ételeit, amelyekből naponta több mázsát fogyaszt. Semmi kedve a műszakja végén ezután kizárólag köleskását és pirított kecske szemet falni. Ráadásul Sumériában nem főznek pálinkát sem. Ott hasist és ópiumot szívnak, amelyektől nem operett slágereket és népies műdalokat énekelne, mint a pálinka áldott hatása alatt, hanem csak beparázna és magára rántaná a betonkeverőt vagy a flexet. Önmaga vigasztalására pávatáncot járva a csodafegyveren gondolkodik. Hívja vissza a nyugállományból és klónoztassa 100 000 példányban szegény tordját, vagy Biszku Bélát? Kötelezze közmunkára az egész értelmiséget? Osztasson ki egy extra adag tejbegrészt, vagy síkosító zselét szavazó bázisának? Kötelezze az óramutatókat, hogy visszafelé forogjanak? Temettesse újra Szálasi? Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarognak a centrális erőtérben idegesen lebegő démon király rettentő fejében. Hagyjuk most magára őt, hogy szembenézhessen közelgő végzetével. Om takataka om. Én, Dr. Bardo, birodalmi fővarázsló, az élő idő kozmikus megtestesülése, a Siralom völgyének véres csatateréről küldtem neked, halálra született, süket néma, bak, dél-ázsiai magánvaló, ezt a gyógyító erejű üzenetet. Pontosan egy hónap múlva újra jelentkezem, a nép egészségügy szolgálatába állított videoterápiámmal. Addig meditálj a fékek és ellensúlyok helyreállításának égető szükségességén. Fékek és ellensúlyok. 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 Fékek és ellensúlyok.